Új világbajnokot avatunk ma. Rövidesen kezdődik a nagy találkozó. Újra találkozik egymással a magyar és nyugat-német válogatott, hogy eldöntse az elsőség kérdését. De hadd mondjam meg végre, amivel tulajdonképpen kezdenem kellett volna. Puskás újra játszik! A magyar csapat kapitánya tegnap este közölte Sebes Gusztával, hogy noha egy-egy rugásnál még érez némi fájdalmat, vállalja a játékot. Szinte hallom a morajt, amivel ezt a bejelentést fogadják. A Berni csoda. A meccs. A mérkőzés rekonstruálása korabeli felvételekből Szepesi György eredeti közvetítésének felhasználásával. Az összeállítást illetőleg azonban még más meglepetés is tartogat számunkra a mai nap. A csatársorban van más változás is. Tibor a jobb és Tóth Mihály a bal szélső. Hallgassák meg az összeállítás melletti érveket. A németek számára nincs vesztenivaló. Ők már elérték azt, amire alig-alig számítottak, a döntőben vannak. Csapatunk összeállítása tehát a következő. Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Tibor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás és Tóth Mihály. Védelem erőteljes támogatása, Tóth Mihály feladata. Mivel Tóth a bal szélső, dönteni kellett a jobb szélső kérdésében is. Budai ugyan jól játszott legutóbb, mégis Tibor játéka mellett szólott többél. Jobb lába lát, ide a másik oldalra, Morlok fejel fölé! Hely, de veszélyes volt Morlok fejese és Fritz Walter beadása. Gyönyörűen szállt a labda befelé. Az ötösről gólhelyzetben azonban Morlok elfejelte a labdát, de úgy, hogy még a kapufa tetejét is súrolta. Vigyázni kell, védők, vigyázni! Legalább olyan nagy titkolódzás előzte meg a nyugat-német válogatott összeállítását, mint a miénket. Pedig erre Herbergernek talán még kevesebb oka volt, mint nekünk. Ő a győztes csapaton ne változtas elv alapján, ugyanis az osztrákok elleni 6-1-es együttest játszatja. Csapata tehát Turek, Pozipál, Librich, Kolmeier, Ekkel, Mai, Rán, Morlok, Ottmar Walter, Fritz Walter és Schäfer. Úgy látszik, a németek sokkal veszélyesebbek, mint voltak az első mérkőzésen a 8-3-ason. Ott van Morloknál, majd Ránnál a jobb szélsőnél. A jobb szélső kivár, most laposan gurítja befelé. Milyen szép német támadás! Morloknál a labda, megtámadja Lantos és kirúgja az alapvonalon túlra. Az első szögletrúgás tehát az első félidő harmadik, negyedik percében. Kiszülődnek neki a nyugat-német játékosok. Rán állítja le a labdát a szöglet zászlóhoz. A pillanatban még kiejti a kezéből, elsúszik. Mondom, esik az eső, nagyon csúnya az idő. Most aztán neki készülődik, ott van Link játékvezető is. A pillanatban jobb lábbal ívelődik befelé a labda 11-es pont tájékára, Lórán fejéről elszáll. Tovább kerül, kit a szerencsének kicsúszik. Egészen messze a 16-os oldalvonalához. Most Fritz Walter törne előre, Buzánszki mellett elmegy. Zakariás lábáról visszavágódik a labda Fritz Walterhez. Azonban nem tud lőni, mert ott van Grosics, és elkapja, elcsípi a labdát. Milyen nehéz, izgalmas mérkőzés, ilyen ügyesen játszanak a német játékosok. Jók, előre, előre, ne hagyjátok, hogy a nyugat-német csapat ott a félvonalon túl megállítsa a támadásaitokat. Grosics rögtön kidobja előre, Bozsiké. Tiborhoz kerülne, Tibor azonban túlvigyel az oldalvonalon. Bedobás következik, megint Fritz Walter, és tovább kötszinti, hogy egy kerután visszafelé küldi újra Tóth Mihály, megint laposra. Tóth Mihály labdája Pozipál lábába ütközik, és már is Rán jobb szélső vágtat előre. Szökteti Ottmar Waltert, Ottmar Waltert megtámadja még az oldalvonal mentén. A félvonal tájékán nem messze túl a félvonalon a magyar térszélen Lóránt, és az oldalvonalon kívülre szerel. Tóth Mihály végzi el a bedobást. Zakariási a labda. Zakariás elmegy egy játékos mellett, aztán átadja keresztben Bozsiknak a labdát. Bozsik előre Hidegkutihoz! Hidegkuti, na, nem tud lőni, mert Turek elviszi előre lábbal a labdát. Hely, de egy kicsit csúszott volna a labda. Aztán tovább előre kerül Kocsishoz, Bozsik labdája. Lassanyi most vigyáz, lövés, Puskás lő! Gól! Óriási gól! Megvan a vezető gól! Öcsi ballába egészséges, látni lehet ezt a lövésből, és most boldogan fogadja a csókokat. Kocsis első lövése levágódott, ha jól láttam, Kolmeierről, pontosan a befutó Puskás esély, és Puskás 10 méterről ballábbal a bal alsó sarokba rúgta a vezető gólunkat. Na most már nyugodtan, fiúk, nyugodtan, úgy, ahogy a 8-3-as mérkőzésen, amikor a ma délelőtti taktikai megbeszélésen Sebesevtárs megemlítette, hogy bár Puskás nem 100%-os, csak amolyan 80%-os egészségi állapotban van, a kitűnő humorú Buzánszki azonnal megjegyezte. Bőven elég az is. Szóval valamennyi játékosunk kitörő örömmel fogadta öcsi játékát. Veszélyesen támadtak az első pillanatokban a németek. Amint mondottam, ők nem kockáztattak ezen a mérkőzésen, illetve nem vesztettek ezen a mérkőzésen semmit. Hiszen ők
Már a legnagyobbat elérték, nekünk azonban még hátra van a nagy feladat. És most a fiúk hogy támadnak? Gyönyörűen ott... Csatár ott már Walter a labdára, az oldalvonal mentén, majd Morlokkal játszik össze, aztán Fritz Walteré. Loránt azonban ott van és remekül szerel, elküldi a labdát messzire a félvonal tájékára Ciboré. Cibor szépen elpöccinti Kolmeyer mellett, hidegkuti, majd kocsis a labda útja, na most előre fiúk, újra hidegkuti, de egy kicsit kijön az oldalvonal mentére, már a 16-osnál járunk egy pillanatban, fölzárkozik a német védelem, hidegkuti beivel, Libris kifejeli a labdát, pontosan Bozsik elé, Bozsik rámegy, 25 méterre van a kaputól, lövés, megint belevágódik a labda Librisbe, aztán tovább kerül előre, és egy pillanatban kocsishoz, kocsis igyekszik elmenni, ott van azonban Kolmeyer, hazadja, milyen veszélyesen Szöbornál a labda lövés, gól! Bravo Zoli, ragyogó volt, nagyszerű, megvan a második, hallgatóink, 2-0-ra vezetünk. Az első félidő 8. percében úgy történt az eset, ahogy mondtam, Kolmeyer veszélyesen hazadta a labdát, Turek rávetődött, de kicsúszott a kezéből, Cibor ott termett, elhúzta a kapus és a hátvéd között a labdát, bekanyarodott az ötösre, és aztán könnyedén, önényes nyugalommal, magabiztossággal bepohozta a háló közepébe a második magyar gólt. Na, most már jó van, most már örülhetünk, ugye a Népstadionban. Hadd üdvözöljem közben Klicsperit, aki azt a ragyogó Európa rekordot ért el, és hadd üdvözöljem a Népstadion közönségét is. Remélem, nekik is ilyen nagyszerű sportélményben van részük. 2-0-ra vezetünk, azonban nézzük most a nyugatnémetek mit kezdenek a labdával az újrakezdés után. Előre tör megint Fritz Walter, milyen jó játékos. Ezúttal azonban a leadása nem volt jó. Kár volt megdicsérni, úgy látszik, de nem baj, mert már is Bozsik szerelt, aztán Tibor száguld a labdával. Nem van már az alaponnál Kolmeyer, teljesen elmarad mögött. Tibor most ível befelé át a másik oldalra, ott elszáll a lábak és a fejek között a labda, Pozipán letoppolja, jobb lábbal kiemeli, ott van Ránnál le pillanatban a jobb szélső nyör befelé, a játékvezetőben rúgja először a labdát, de szerencséje van, visszapatta hozzá, Lóránttal szemben azonban már nincs szerencséje. A magyar középhátvéd ragyogóan szerel, vágja előre a labdát, félvonalról azonban visszafelé küldik. Egy pillanatban megint a nyugat-német játékosok törnének előre. Ott van a jobb oldalról, bal oldalra áthúzott, Ránnál a labda, elvágódik a labda. Jaj, gól, gól! Ajjajjaj! Bizony gól, hallgatói, Morlok berúgta a hálóba a labdát. Úgy látszik, sok gól lesz ezen a mérkőzésen. Védelmi hiba volt. Átvágódott Rántól, aki a bal oldalra húzódott a labda. Buzánszki lába és Zakariás lába között a beugró Morlok elé, és hiába ugrott ki a kapujából Grosics. Morlok igen ügyesen a jobb alsó sarokba küldötte. Az első félidő 10. percében az első nyugat-német gólt. 2-1 tehát az eredmény. Na most csatárok, megint előre. Most már mint egy kicsit elázolna az eső, nehéz innen föntről a tetőről megállapítani. Minden esetre sűrű, sötét-szürke felhők gyülekeznek ott a hegyeknél. Amikor újra kezdtünk, akkor kocsis a gyönyörű labdát Cibornak. Cibor elmenne vele, azonban az utolsó pillanatban sikerül az alaponalon kívülre szerelnie a nyugat-németek balfedezetének Májnak. A játékvezető Ling azonban úgy látszik nem látta, hogy a nyugat-német játékos nyúlt utoljára a labdához, mert kapukirugást ítélt. És ő íveli előre. Puskás felé száll a labda, na el tudsz-e menni, öcsikém? Elmegy a labdával, egy csel. Na most vigyázz, vigyázz, lelassítja egy kicsit. A 16-osnál ki akarja adni, egy csel, még mindig nem adja. Cselek sorozata, na lőd rá, lövés, belelépnek azonban a lövés pillanatába. És pedig Libris, ezúttal azonban szabályosan. Nem volt semmi szabálytalanság Libris részéről, pontosan úgy szerelt, ahogy azt kellett. Aztán tovább kerül a labda az oldalvonalon túlra, ahogy mondottam, ott azonban Tóth Mihály egy kicsit elhamarkodottan végzi el a bedobást, a játékvezető visszarendeli, azt mutatja, hogy a bal szélső lába elmozdult a bedobás közben. 2-1 az eredmény, tehát az első félidő 13. percében, amikor az újabb támadás, ezt igyekszik Tóth Mihály megállítani, de elcsúszik a labdát, átvinni nem tudja, úgyhogy megint előre törnek a nyugat-német játékosok. E pillanatban Schäfernél van a labda, aki kiugrottá ránt! Ránt len van az alaponalá, most ível befelé, Grosics gyönyörűen előre vetődve lehúzza a levegőből a labdát a magyar ötösön. Veszélyesek ezek a német támadások. Most hosszan előre rúgja a labdát, de nem megy emberhez, inkább dobjuk ki, Gyuszi, inkább dobjuk ki. Úgyhogy a pillanatban a labda kicsúszik a nedves füvön, a nyugat-német térfél közepén az oldalvonalon túlra. Bedobás következhet, tehát az első félidő 13. percében 2-1-es magyar vezetésnél. Előre kerül megint a labda, ott van egy pillanatban a jobb oldali Ránnál, Rán befelé dobja Morloknak. Morlok igen veszélyes játékos, akár csak összekötő társa, akinél most van a labda, Fritz Walter.
Mindkét oldalon a védelmek bizonytalankodnak. Librich előre teszi, újra Fritz Walter elé a labda. A bal összekötőt megzavarná Tibor. Nem sikerül szerelni, milyen ügyes ez a Fritz Walter. De most Bozsikkal szemben. Már nem volt olyan ügyes. Bozsik remekül szerelt és Kocsis szalad a labdával. Szágult, Sanyi, szágult. El is megy a labdával, ott van, Ekkel megtámadja, most ível át a másik oldalra, nincs azonban benn senki, Tóth Mihály szalad rá a labdára, de egészen a szögletzászlónál, a bal oldalnál csípi csak el. Most laposan begurítja, ott van Hidegkuti lábán, a 16-os tájékán vagyunk. Ott van Cibor előtt a labda, 18 méterre van a kaputól, lőd rá, levágódik, kivárt azonban, levágódott a labda a kitűnő Librich lábáról. Játszik Morlokkal, visszakerül Fritz Walterhez a labda. Ott van egy pillanatban Lóránt lábán, ő vágja előre, Tóth Mihály, na most a miénké a labda. Vigyázz Miska, jól van Miska, tovább adta a labdát Puskásnak, Puskás gyönyörű szöktetés Hidegkutihoz, Nandi üres az út, ne állj le! Nem is áll, egysel, még egysel, a 16-osnál, most kurítja ki Tibornak a labdát, Tibor lő mellé! Inkább lőtted volna, Nándikám. Úgy vártam, hogy előre tör a középcsatár, azonban közben egy kicsit megcsúszott a labda a nedves talajon. Előre Morlokhoz. Rendkívül izgalmas, változatos a játék. Morlok visszafelé küldi. Zakariás elesik a labda átvételének pillanatában. Morlok ki a labda, Morlok már a 16-osnál jár. Elhúz a magyar védők mellett. Lő! A lövésbe belelép Lórán, de szerencse, hogy ott volt Lóri. És a lábáról vágódik ki az alapvonalon túra a labda. Az esős, nedves talaj kedvez a csatároknak, de nem így a védelmeknek. Mindkét oldalon a védelmek bizonytalankodnak, és sokszor látunk, különösen a széleken veszélyes gyors támadásukat. Schäfer a bal szélső a nyugat-német csapatból most áll neki, hogy beívelje a labdát. Jobb lába Lieveri veszélyesen száll, és Buzánszky lábáról a kapu torkából kerül ki ismét a labda az alapvonalon túlra. Újabb szögletrúgás következik tehát. Jobb lába Lieveri befelé, veszélyes az ív, elszáll a lábak között, gól! Jó, benn van a második, kedves hallgatóim. Nem vigyáztak a befutó Ránra, aki a rendkívül jól beívelt labdát jobb lábbal biztosan vágta be a magyar kapu jobb alsó sarkába. 2-2 az eredmény, hallgatóim, 2-2 az első félidő 18. percében. 4 gól esett már. 2 a magyar csatárok, 2 a nyugat-németek lőttek. No, lássuk, mi lesz most az újrakezdés után, csak nem csüggedni, fiúk. Jobbak vagyunk, jobban játszunk, csak a védelem sokat csúszkál. Eljen ő, kiküldi a labdát az oldalvonalon túlra, ahelyett, hogy Buzánszky odaadta volna Kocsisnak. No, se baj, nem baj, vigyázzatok, de jól játszanak a németek, megint előre jönnek! Tibornak, Zoli menj el, el is megy, most vágja befelé a labdát, de pillanatban lövésben belevetődik Turek, és kiküldi a labdát az alapvonalon túlra. Rendkívül izgalmas, változatos a mérkőzés, hallatlan izgalmak előtt állunk még, kedves hallgatóim. Szögletrúgás következhet tehát, 2-0-ra vezettünk, de kár volt kiengedni ezt a vezetést. Persze elsősorban sajnos annak tulajdonítható, hogy a védők nehezen fordulnak a csúszó sáros talajon. Cibor most ível befelé, Puskás feje fölött elszáll a labda, és nincs ott senki. Kocsisnak kellett volna hagyni a labdát talán. Öcsi azonban hozzányúlt a haját, csúrolta, nem baj, fiúk, gyertek előre, illetve ezek most sajnos nem tudnak úgy előre menni a mieink, mert a német csatárok lábán vándorol a labda. Lórán támadja meg egy pillanatban Morlokot. Morlok visszafelé küldi a labdát, aztán előre a 16-oson belülre száll. Nem, hátra inkább Buzánszkyra, vigyázz Jenő, vigyázz, elhúzza a labdát, most ível ballal előre, ott a nyugat-német játékosok szerelni tudnak, Zakariásig jut csak a labda, Zakariás hátra a Lóra, Lantoshoz, Lantos most íveli előre, jobb lábbal a labdát, Kocsis belefejel, tovább Hidegkuti lő, a kapus kiöklözi fölé a labdát. Hely, de remek volt Hidegkuti, dopplere, rúgása, kapásból vágta a fejest a kapu bal sarkába, azonban Turek nagyszerű kapus reflexzel, ököllel a kapu fölé emelte ezt a már hálóban látott labdát. Szögletrúgás következik tehát, most az első félidő 24. percében. Tóth Mihály íveli befelé a 11-es pontra a labdát, Hidegkuti belefejel, és Turek lehúzza a jobb felső sarokba tartó labdát. Remekül véd ez a Turek, de remekül véd. Zúg a tapsa, közönség élvezi a mérkőzést, amely izgalmakban bővelkedik, drámai küzdelem folyik a pályán, mind a 22 játékos tudása legjavát igyekszik nyújtani. Ha jól látom, most megint elered az eső, sűrű az esőfüggöny, mind a 22 játékos meze csuron víz, amikor most elő ott van a labda, az ötösön fölugrik Librich fejelni, ott van Tibor lábán, Tibor befelé küldi, Nándi vedd merre, most lövése pillanatban, kapufáról vágódik ki a labda,
Turek verve volt, és a kapupáról kivágódott a labda. Nem baj, Bozsiké megint. Vigyázzunk, ott van egy pillanatban Tibornál, Nazoli most jól ívelt befelé. Nem, kiadja Tótnak, aki a jobb oldalról ívelt megint középre, a kapus le. Hely, ha ez a kapuba bellett volna, de bal szerencsénk. A 2-0-ás vezetést, megint beadás száll, de veszélyes Grosics véd! Fritz Walter gyönyörűen szállt befelé a labdával, ívelte befelé, azonban Grosics rajta volt, vigyázott. Most kidobja előre, Lantos lábára teszi a labdát, Lantos Puskásnak adja. A 16-osnál vagyunk, átívelődik a másik oldalra, Tibor letopolja Kocsisnak, Sanyi levári, cselek sorozata, tisztára játsza magát, elvágják! Kivágódik a labda, és aztán hazaadás következik, fölvágták a 16-oson belül, bíró, bíró, bíró! Ez a harmadik hibád, bíró! Na mindegy, menjünk tovább előre. Most egy pillanatban a kapukirúgás elvégzése után Lóránt jobb lábbal hatalmasat rúg a labdába, de olyan nagyot, hogy... Kiper bal szélsőnél a labda! E pillanatban tovább kerül Fritz Walter, Fritz Walter befelé vágja, ránk küldi előre a labdát, újra Fritz Walter! A 16-ostól nincsen már messze, támad meg Cucu, nem sikerül! Lóránt megtámadja, képert lövés, gól, nem! Kivágják a labdát, rálő, fellé! Jaj, mi volt ez? Mi volt ez? Grosics, hogy vetődött? Hogy vetődött, hogy kiöklözze a labdát? Már belláttam a hálóban. Rán szerencsénkre úgy rúgta, hogy Lóránt lábáról az alapvonalon túlra került. 2 perc van hátra az első fél időből, és szögletrúgás. Ívelődik befelé a labda, Lóránt kirúgja előre, gyere hátra, Cibor! Megint Kolmeyer viszi fel a labdát, közeledik a 16-oshoz. Ívelődik befelé, veszélyes helyzet! A kapu torkából Lóránt, rúg ki, hát mit csinálsz, Lóri? Megőrültél, Lóránt! Befillanva vágodik befelé a labda, nem rúgta el a labdát, hagyta, hogy a nyugatnémet elvegye, Ránnál van e pillanatban, rá most kivár, most vágja befelé, és Lantos belevetődik. Lóránt, mit csináltál? Kivárt, amíg a nyugatnémet elvette a kapu torkában tőle a labdát. Hallatlan, fiúk, hallatlan, hát csak nem engeditek ki ezt. Na mindegy, szöglet, rúgás, megint milyen veszélyes, Grosics lehúzza! Bravo, Gyuszi! A legjobb ember a magyar. A 2-1 a tévedés arány. Tóth Mihály íveli befelé a labdát. Hova? Pont nyugatnémet játékosnak. Hátra, egészen a mezőny tér felére, a nyugatnémet tér félre. És íme most a nyugatnémetek megint törnek előre. A félvonalnál van a labda, Ráné lesz, a jobb szélső elhúz vele. Aztán szögteti megint, ott már Walter. Lóránt lába mellett elcsúszik a labda. Szerencsére ott van Lantos, és ő hazagurítja a labdát. Tibor Zoli leveszi a labdát a levegőből, laposan Bozsiknak. Na most, fiúk, vigyázzunk, Bozsik nagyszerűen játszik, minden labdája jó. Most is Puskás lábára száll a labda, Puskás mellett ketten is állnak. E pillanatban kivár, na most megint előre fogja ívelni, Hidegkuti eljön elfelni, Kocsis lábára száll a labda, amikor vége a félidőnek. Fújjuk ki magunkat, hallgatóim, és készüljünk föl a következő, nagyon nehéz 45 percre. Az eredmény tehát 2-2. Hát, áll most egy kicsit a játék, pihenjük ki magunkat, fújjuk ki magunkat. Van még ideg izgalomra, elég ok, hallgatóim. Én azt hiszem, hogy lesz még mit izgulni a következő 45 percben, mert 2-0-ra vezettünk ugyan, de egy kicsit könnyelműsködtek a fiúk, túlságosan, biztosan kezükben érezték a győzelmet, és ez elég volt a rendkívül erőteljes nyugatnémet csapatnak, hogy megfordítsa a mérkőzést, kiegyenlítsen. Figyelő szemmel ül mellettem Gulyás Géza, áll mögöttem Budai Laci és Tóth Kett. Mi lesz, fiúk, mi a véleményed? Na egyszerre. Nagyon nehéz. Remélem, hogy a második fél idő első percre megint tudunk 2 gólt rúgni, és akkor megnyerjük a mérkőzést. Tóth Jóska, aki a hősiesen küzdöttél legutóbb sérülésed ellenére. Én azt mondom, hogy azért mégis ennek a kemény mesterhoz, mégis a végén a kifogó, mi győzünk. Hát,
Szóval, kedves hallgatóim, bíznak a gyerekek, bíznak, csak meglátjuk, mi lesz. Nagyon nehéz lesz, talán még nehezebb, mint az urugvái és a brazil mérkőzés volt, legalábbis ami az első fél időt illeti. Hidegkutya pillanatban elindította a labdát útjára. Bozsiknál van most a pillanatban, aztán Zakariásé. Most Tibor, látom, a bal szélső helyén van, Tóth Miska áthúzódott át a jobb oldalra, ahogy tulajdonképpen hát kezdeni is kellett volna. Itt Tibor a bal szélen már el is megy a labdával! Így kerek, most befelé vágja, Librich lábába akad a labda. Hidegkutya vágódik, aztán Tiboré újra! Tibor lő! A kapus kiejtés után a másodszorra megfogja. Tibor most a bal szélen úgy játszott az első pillanatban, hogy szeretnénk látni. Ragyogóan futott el, csak a beadással volt még egy kis hiba. A előrerúgását Lóránt merre veszi, laposan leteszi Bozsiknak, aztán most nyugodtabban fognak játszani a fiúk. Már is meredek szökletés Puskáshoz! Na ő, itt a nagy helyzet! Lő! Kapusba üt! Ajj! A kapus kiöklözi a labdát, kiöklözi, és már is megint Ránnál van. Óriási véd ez a Turek. Fritz Waltertől rá leszedi szinte a labdát. Előre tör vele. Lórát megállítja, elesik. Fritz Walter tovább tör előre. Ott van azonban Lantos, és 20 méterre a magyar kaputól kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következik újra. Idegtépő pillanatok ezek néha, amikor a nyugat-német csatárok gurigázni kezdenek. A Grosics kiugrik és elcsípi a labdát. Hajmeresztő néha, hajmeresztő. Rögtön előre dobja, Bozsiké. Bozsik, menjél előre, benned van minden bizalmunk most. E pillanatban megint gyönyörű szöktetés. Tóth megy a labdával, ragyogó szöktetés volt. Len van az alapvonalnál. Most Tibelt befelé a labdát. Hidegkúgy előre elkanalazzák. Sanyi igyekszik belevetődni, elhúzzák. Tibor ott terem a 16-oson belül. Elviti a labdát, de ki kell kanyarodnia. Tovább adja Tóthnak e pillanatban. Tóth veled ott áll. Aztán ott van Bozsik lábán a labda. Bozsik hatodik csatár most e pillanatban. Elő, hátul, ragyogóan játszik. Megint Puskásnak adja, aztán vissza Bozsiknak a labdát. Bozsik mellett ott áll Ling játékvezető. Mégis lőni tud! A kapu fölött zúg el a bomba. Erős, hatalmas Bozsik bomba volt ez 20 méterről, 22 méterről. Azonban a kapufa felett elzúgott a labda. Ekkel vágja tovább előre, lefejelik a labdát Fritz Walterhez, aztán tovább Ráné, Rán odaadja Schäfernek, Schäfer tovább vágja előre, megint Fritz Walteri a labda, gurigáznak a németek, mégpedig remekül, e pillanatban Buzánszky becsúszó szereléssel tisztázni tud az oldalvonalon túlra, de már rendkívül nehéz helyzetben a magyar 16-osok belül. Bedobás következik, ott már Walter középcsatár vágja befelé a labdát, rossz a bedobása, újabb bedobás következik, Rán megint megkaparintja, ott a jobb szélsénél a pillanatban, a helyén szöktetni Morlokot, Lantos azonban eléggé gyengén. Hidegkuti kapja meg, aztán Tóthot szökteti, Tóth egyedül szágul, de jól ugrott ki a kis Tóth, de szépen csinálta. Az alapvonalnál visszaadja Puskásnak, Puskás átlépi. Hidegkuti elhúzná a labdát, azonban szerelni tudják a lövés pillanatában. Ejdekár átlépte okosan a labdát Puskás, de hiába, mert most megint a tömeg fölmorajlik. Nyugat-német támadás, ott van Fritz Walternél a labda. Azonban Lantos terel, bravo Miska, Bozsiké a labda, közben még szabálytalankodott, és az egyik nyugat-német játékos szabadrugás, elvégeztük. Zakariás teszi tovább előre Bozsiknak a labdát, ott Bozsik előre tör a nyugat-német térfélre, na most fiúk, vigyázzatok, most kell előre menni, Hidegkuti a labda, Hidegkuti megfordul, de 20 méterre vagyunk a kaputól, Kocsisé, Sanyikám, vigyázz, most lőzzál, nem Puskásnak adja, Puskás átlépi, Tóth gól helyzet, hova lövöd, még egyszer lő, lőd rá, kivágják a kapu torkából, Tóth, mit csinálsz? Üresen állt, Bozsiké a labda, Bozsik elhúzza, e pillanatban Tiboré, Tibor elhúzza, lő, Puskásé, Puskás Hidegkutinak, elvágják a nyugat-német védők, őrületes jelenetek, nagy kavarodás, Kocsisé a labda, befelé vágják, kivágják a német védőjátékosok, a félvonalon túl Lantosé a labda, előre Miska gyorsan, előre vágja, Hidegkuti fejjel tovább teszi, elszáll a fejek fölött is, Hidegkuti fejéről a kapu mellé, Tóth Miska, két helyzet, két őrült helyzet. Ezért Dekár, ezért Dekár. Na most már mindegy, a kapus kint feküdt a 11-es pont tájékán, és nem tudta berúgni a labdát, pedig jól akarta, szépen csinálta. És most a kapus kirúgása után a másik oldal jön előre. Fritz Walter támad. Visszafelé küldi újra tovább, aztán Ráné, hely, de veszélyes német támadás megint. Ott van e pillanatban Morloknál, Morlokot szereli Lantos, jól van Miska. Aztán Lóránti a labda, Lóránt Tibornak adja. Tibor most e pillanatban a középcsatár helyén tör előre. Menjél, Zolikán, menjél, kivágja Tóthnak, üresen áll Tóth Miska. De az oldalvonal mentéről ível befelé, Kocsis fejel, kapufáról vágódik ki a labda, kapufa, megint kapufa.
Micsoda szerencséjük van ezeknek a németeknek! Hiába nem lehet nyugodtan közvetíteni hallgatóim, akik nem bírják az izgalmakat, inkább zárják el a rádiójukat. De olyan izgalmas ez a mérkőzés, hogy nincs mit kezdeni. Bosik óriásit játszik megint ezen a mérkőzésen, a legjobb emberünk. Ez a kapufa, ez az iménti kapufa megint. Hej, jaj, jaj, és most megint csak nyugat-német szabadrugás. Pozipál állítja le a labdát. Pontosan a magyar térfél közepén vagyunk, 40 méterre Grosics kapujától. Helyezkednek a német csatárok. Pozipál jobb lábbal most ível befelé. Vigyázzatok, fiúk! Borlok elől kifejelik a labdát, ott van Hidekúti előtt, Hidekúti elkanalazza, de még mindig a németeki. E pillanatban 20 méterről Fritz Walter elő, Bosikról vágódik le a labdát. Gyerekek, vigyázzatok! Szerencsére az elrúgott labdát Bozsik szerzi meg. Tovább Puskáshoz! Na öcsi, most lőd rá! Lövés! Kapupa mellett csúszik el a labda. Nem megy a csatársornak úgy, ahogy szeretnénk. Nem megy úgy, ahogy szeretnénk. Egy kis hiba csúszik néha a támadásokba. Nem olyan szépen gördülnek ezek a labdák, ahogy megszoktuk a fiúktól. Kapukirúgás következik a második félidő 16. percében. Fél óra van hátra a mérkőzésből. Fritz Walter gyönyörűen íveli! Fejes! Grosics felugrik, vigyázz! Kiküldi a labdát, Zaki megtoldani! Most rúgja előre Ciborhoz száll egészen. Cibor, vigyázz, ott van Puskás, Puskási a labda, Puskás kifordul vele. Tör előre a félvonal fejé, viszi a labdát, megállítja azonban ott mellette Pozipál, mégis Puskási a labda, még mindig. Puskás sarokkal átva Hidekúti jön. Hidekúti leadása rossz, Nándi, ne könnyelműen! Nem könnyelműen! Megtáltosodtak megint a németek, ott van a bal szélen a labda. Fritz Walter ível előre! Lorenz kifejeli, de hova? Ott már Walter lábára! Ott már Walter rának adja, rálő! Kalapos lövés védeni tudja. Grosics közben már lesre beszaladt, Schäfer a nyugat-németek bal szélsője, lesállás miatt szabadrugás a miénk javára. Nehéz meccs. Talán a magyar labdarúgó válogatott egyik legnehezebb mérkőzés. Ha most arra a szép 8-3-as vasárnap délutánra gondolok, Kocsisnak, aztán Puskásé! Öcsi lő! A lábbal védenek a németek, a német kapus! A bal sarokba tartó labdát lábbal védi! Puskás ragyogóan lőtte rá, Turek már verve volt, amikor óriási szerencsével lábbal küldte ki a labdát az alapvonalon túlra. Szögletrugás, Tibor állítja le a labdát. Nem is ment ki a szögleten túlra, érdekes! Tibor bedobást végzett, visszakapja Zakariástól, befelé rúgja, Puskásnál van a labda. Puskás leállítja, visszavágja Tibornak, Tibor egy pillanatra elhúz, még mindig nála a labda, összecsap a nyugat-német Pozipállal, elhúzza, elvágják előle a labdát. Lantos, menj rá, nem, elvágta a félvonalig a labdát, és ott előre vágódik Ránhoz. Ránt most megállítja a játékvezető, Sípszó lesen volt Rán. Jól bíráskodik ez a Ling, jól bíráskodik, volt ugyan egy-két hibája, de ilyen nehéz mérkőzésen ez nem csoda. Németek támadnak, Bozsik mellett elhúzzák a labdát, Morlocki, Morlock tovább vágja előre, Schäferé, Schäfer a 16-osnál van egy pillanatban, Lallán beleteszi szerencsére a labdába a kezét, fejét, mindenét, testét, és közben, amikor Lantos megtoldja fejjel, Schäfer belerúg a fejelő Lantosba. Szabad rúgás 20 méterre a magyar kaputól a miénk javára. Lantos len van a földön, Szűcs gyúró rohan be, úgy látszik a fejét rúgás érhette. Túlságosan alacsonyan szállott a Lapos Guri gázás, befelé száll a labda Ránhoz, aztán Morlocki. Morlock átvágja a másik oldalra, Fritz Walteré, újra Ráné, hogy játszanak a németek, csodálatos. Aztán előre megint Rán, ott van a tizadosnál, lövés mellé. De úgy mellé, hogy Zakariás is érintette a labda. Fárasztak a mieink is, szögletrúgás következik, szögletrúgás. Ki fogunk kapni, azt mondja itt Budai, ne veszítsd a reményt, van még idő hátra. A második félidő 27. percében járunk. A szögletet befelé gurítja Fritz Walter. Ott van egy pillanatban a labda, aztán visszakapja újra Fritz Walter láncról. Egy húzza a labdát Zakariás mellett, tovább vágja rá, lő! Grosics ragyogóan véd, óriási! Zakariás kirúgja az oldalvonalon túlra a labdát. Helyes, benn volt a sarokban. Grosics minden tudására szükség volt, ez a gyuti mit véd. Ott van. Megállítja egy pillanatra, bent helyezkedik Kocsis Sanyi is, csak sikerülne a fejes. Jól ívelődik befelé a labda, kifejeli Pozipál a kapu torkából a labdát. Ráné megint fölmalajlik a tömeg. Rá most a félvonalnál van, tovább pöccinti a labdát, gurítja tovább a labdát, ott már Walteré. Megszólal egy trombita, amely buzdítja a németeket, amikor ránk kapja meg egyedül a labdát. Lövés! A kaput kiütja a labdát! Hidekúti lőd rá! Lövés mellé! Oldalháló! A kapus kim volt a kapuból!
Szivor rúgta, levágódott a labda a kapusról, Hidegkuti elé, és Hidegkuti mellé küldte, mellé. Mellé, ilyen helyzeteket kihagyni. Fiúk, hát hova tesztétek a góllövő cipőtöket? Jaj, de nehéz, nem baj, még gyerünk, majd csak sikerül. Nézzük, mi van most. Turek a fejét fogja a pillanatban, és pedig azért, mert rendkívül bátran vetődött bele. Szivor ragyogó szöktetést kapott, remekül húzott el a kapura. Turek teljes testével bele csúszott a labdába. Itt van len Herberger, látom őt, amit... Öcsikém, sarokkal hátra Hidegkutinak. Hidegkuti viszi föl. Micsoda erő van Nándiba. Menjél, Nándi. Most laposan Tóthoz. Már ott járunk a nyugat-német térfél közepén. Tóth kiáll, megállítja a labdát. Ível át. Kocsis feje fölött elszáll. Puskási a labda. Öcsi nehéz szögben áll. Most ível befelé. Kifejelik a labdáját. Méri. Nem bírja beadni. Kifejelte Libris. Előre vágódik a labda. Ott már Walter tovább Schäferhez. Schäfer ott már Walterhoz, ott már Walter ki Fritz Walterhez, defociznak ezek a... Ja nem, miért vár? Szereltek! Látod, Cucu, szereltek! Mennyi helyzet! Aj, lefejelik a labdát, rálő! 16-osnál elhúzza, most lő! Gól! Mozsik, mit csinál? Hallgatóim, benn van rá a lövése a jobbkarokban. 6 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Mozsik hiába, ő volt, aki elvétette a labdát. Ő volt, aki a legjobban játszott. Összetörten állnak a fiúk. Zúg a tömeg, 6 perc van hátra. Kedves hallgatóim, ragyogóan küzdött a magyar csapat. Nem tudok mást mondani. Könnyes a szemem. De higgyék el, hogy a fiúk mindent megtettek a győzelemért. Mozsik Cucu, most a németek most szárnyakat kapnak, 2-0-ról megfordították a mérkőzést. Nem baj, vigyázz, Jutikám. Elmegy a kezem ellen a labda, de utána kap, törjetek előre, fiúk, romboljatok, zúzzatok, menjetek, hát előre a félvonalig. Ott Buzánszki megállítja, van még 5 perc, drága fiúk, menjetek előre. Mozsiknál van a labda, Mozsik íveli előre, Kocsis tovább fejeli, Puskás, siet a labda, lövény, gól! Lekállás, Griffith beintette a lekállás, hallgatóim, Lesállás, Kori, de kár érte, kirúgás, szabadrúgás, mit csináljuk? Fiúk, előre, ne hagyjátok! Grosics most ott a másik oldalon bizony a fejét fogja, ilyen pecsünk van, 4 perc van hátra a mérkőzésből. A nyugat-németek támadásai tehát góllá értek, és hogy védekeznek most? Jaj, de hogy kár, ilyen világbajnokságot! Elmegy a védők mellett, vágja befelé, lövés száll most, Buzánszki megállítja, Zakariás elhúzza a labdát, íveli előre, na Tóth, most, gyorsan, Hidegkuti a labda, 1 perc van hátra a mérkőzésből, szerelik Hidegkutit, szerelik, és a félvonalon túlról Schäfer küldi vissza, Ráné a labda, nincs már idő hátra, tovább vágódik a labda előre, Schäfernél van-e pillanatban, megállítja, odaadja, ott már váltanak, Kozipál is előre jön, gurigáznak a németek. Vitt Walteré, aztán tovább Schäferé, Schäfer az alaponalnál van, egy pillanatban befelé, az oldalhálóba rúgja. Hogy megy az idő? 1 perc van hátra, előre, drága gyerekek, fiúk, menjetek, most előre, elrúgják előre, Buzánszki a labda, vágd előre, Jenő, ne ott elő! Mozsik, menj előre, áttör 2 emberen, elhúzza a labdát, még mindig az övé, most Szibornak, Szibor megy a labdával, e pillanatban most ki, Tóth Mihályé, ha befelé szállnak, Szibor lő, kiküszrezi a kapust, fölvágják újra, a játékvezető nem csípol, utána nyargal, kirúgják, vége hallgatóim, vége lesz mindjárt. Buzánszki veszi kézbe most a labdát, mert az oldalvonalon kívülre került, bedobás következik. A bedobást most végzik el, Tóth Mihály fejéről nyugat-német játékos lábára kerül a labda. A nyugat-német játékos Kolmeier kifordul vele, előre rúgja, utána mennek, de nem sikerül. Már az óráját nézi, vége lesz mindjárt, hallgatóim. Bele kell nyugodnunk, sportszerű volt a mérkőzés,
2-0-ra vezettünk, kiengedtünk. Előfordul az ilyen, vége a mérkőzésnek. Világbajnok, Nyugat-Németország csapata. Kedves hallgatóim, nehéz most beszélnem, higgyék el. Nehéz beszélnem, de ismerjük el, a nyugat-németek sportszerűek voltak, megérdemelten győztek. Nyújtjuk át az elismerés zászlaját a nyugat-német válogatottnak. Mondjuk meg persze azt, hallgatóim, hogy a magyar csapat egyszer már győzött 8-3-ra, és nagyon furcsa az a szabály, amelyik újra engedi játszani azt a csapatot, amely már egyszer vereséget szenvedett. A magyar játékosok fogják egy kicsit a fejüket, de ismerjük el, hallgatóim, ami igaz, az igaz, elvesztettük a mérkőzést, 3-2-re győztek a nyugat-német válogatottak, megnyerték a világbajnokságot. Noha Magyarország legyőzte Brazíliát, legyőzte Uruguayt, ezekkel a nehéz mérkőzésekkel a lábában, úgy állt ki a nyugat-német válogatott elleni mérkőzésre, hogy fölényes győzelmet arat. 2-0-ra vezettünk, de aztán a nyugat-németek védelmi hibákból kiegyenlítettek, és 7 perccel a mérkőzés befejezés előtt bebiztosították a győzelmet. 4 évig veretlenek voltunk, most kikaptunk, nem tragédia, hallgatóim, futballvereség, tanultunk, sokat tanultunk ebből a mérkőzésből, van időnk előre menni, előre nézni, és lesz időnk javítani. Ne legyen kétségbeesés, hallgatóim, odahaza, ne legyen kétségbeesés, mert akármi is volt itt a pályán az eredmény, a magyar csapat ragyogót produkált, óriásit produkált. Ez a morajló taps a németeknek szól, és most engedjék meg, hogy befejezzem a közvetítést. Befejezzem, hogy azért üdvözlöm a pályáról most levonuló játékosainkat, akik a második helyet foglalták el az 1954 évi labdarúgó világbajnokságon. A viszontlátásra, a viszonthallásra Budapesten.